A DC Comics rendelkezik a képregény kiadók közül a legösszetettebb alternatív univerzum elmélettel, világát általánosan csak DC multiverzumnak hívjuk. Egyszerű szabályokra épül, bármi, amit kigondol egy karakter vagy tesz, szinte tömegekben mérve nem számít, mivel egy párhuzamos világban valószínűleg az ellenkezőjét cselekszi. Ezek a későbbiekben folyamatos bővítésen estek át, azonban a mai videóban csak az alapokról fogjuk kezdeni. A kezdetekben a kiadó boncolgatni kezdte a párhuzamos univerzum ötletet, amit meglobogtattak a Flash esetében, ahogy az ezüstkori Flash találkozik az aranykori változatával, illetve egy igazságliga füzetben, melyben saját maguk ellentéteivel találkoztak a hősök. A későbbiekben ezeket a párhuzamos világokat úgy definiálták, hogy minden univerzum központjában a Föld bolygó áll, ezért az univerzumokat a Föld előnévvel és egy választott számmal vagy kifejezéssel illetik. A Végtelen Világok Krízise nevű eseménynél válik nyilvánvalóvá a megszámlálhatatlan alternatív világok létezése, melyek nagy része odaveszik majd az esemény során. Ezeket a világokat különböző nevekkel látják majd el. A most következő pár percben rövid összefoglalót kaptok a létező összes, lehető legfontosabb világról, illetve arról, hogy körülbelül időrendileg mióta tudhatunk róluk. Fontos, hogy a számmal ellátott világokat, melyek a Végtelen Világok Krízise előtt léteztek, legtöbbjüket betűvel írjuk. A Végtelen Világok Krízise, majd a Végtelen Válsággal az írók célja az volt, hogy azon világokat, amikben potenciált láttak, megtartják és egyszerűbb neveket adnak nekik. A mostani videóban a legelső felállást láthatjátok a Végtelen Világok Krízise előttől egészen az 1985-ös Végtelen Világok Krízise esemény kezdeti. Fontos kihangsúlyozni, hogy sok földet utólag találtak ki a 2000-es években, hogy a Végtelen Világok Krízise előtti világot sokszínűsítsék. Akkor kezdjük is el. Föld 0 vagy Föld 0. Erről a Földről először a Végtelen Válság idején lehet hallani, ebben a világban minden szuperhősnek és gonosztevőnek a bizarró változataik élnek. Tehát mindent ellentétesen mondanak, cselekszenek, a képességeik is ellentétesek. Tehát bizarró Flash például iszonyat lassú. Bizarró világnak is nevezték, ami a Föld 1-ből vált ki a Végtelen Világok Krízise után. Föld 1. Ez az a világ, ahol az ezüstkori szuperhősök éltek, akiket megszokhattunk, egészen a Végtelen Világok Krízisig. Egészen idáig ez volt a legnagyobb népességgel rendelkező világ, melyhez tartoztak 1985-ig a szuperhősök is, míg egy lázadó felsőbbrendű lény, Krona, bele nem nyúlt az univerzum működésébe, létrehozta vele az alternatív univerzumokat, illetve az antianyag univerzumot. A Föld egyen tevékenykedett az amerikai igazságliga és az ismert hősök zöme is. A Végtelen Világok Krízise után új föld lesz a neve, miután egyé olvad négy másik földdel. Föld 2. Ebben a világban a DC aranykori hőseinek kissé idősebb változataik élnek. Az első és eredeti Flash, Jay Garrick, a zöld lámpás Alan Scott, egy idősebb Superman, egy idősebb Batman, egy szóval a hősök legelső változataik és a csapatuk az Amerikai Igazságszövetség. A Végtelen Világok Krízise előtt létezett háborítatlanul. Föld 3. Ebben a világban az igazságliga szöges ellentéte a bűn szindikátusa irányítja zsarnoki módon ezt a földet. Vezetőjük Ultraman. E világ szuperhőse Lex Luthor volt, aki egy multiverzum utazó rakétába helyezte a fiát, hogy megmeneküljön a Föld 3 megsemmisülésétől. Így került a Végtelen Világok Krízisekor Alexander Luthor Jr. a multiverzumot ellenőrző lény a Monitor szatellitjére. Föld 4. A megszűnt Charlton Comics hősei éltek ezen a világon. Atomkapitány, Kékbogár, a Kérdés és társai. A Végtelen Világok Krízise után megszűnt ez a világ, a legismertebb hőseiket az írók beleírták a fő univerzum történéseibe. Föld 5. Nincsen ebben a világban Krypton bolygó, ezen a világon az egyedüli hős Bruce Wayne, a Batman. Föld 6. A Végtelen Világok Krízisekor elpusztult, ahogy a Föld 2 is. Ebben a világban női hősök éltek, az egyedüli túlélő Lady Quark volt. Föld 7. A Végtelen Válságkor válik ismerté a világ. Itt él az egyedüli metahumán, Donna Troy egyik gonosz változata, akit Sötét Angyalnak nevezünk. A Monitor megmentette őt, mikor elpusztult ez az univerzum, de Sötét Angyal útnak ered, hogy a többi alternatív Donna Troyt elpusztítsa a multiverzumban. Föld 8. Ebben a világban az egyedüli hősök Tűzvihar, Kyle Rayner a zöldlámpás és a vadásznő voltak szinte. A Végtelen Válságkor lesz ismert, azonban a Végtelen Világok Krízise óta létezik. Föld 11. Tin a robotvilága a válságok előttről. 1966-ban egy nukleáris háború megsemmisíti. Föld 12. Komédiás figurák, szuperhősök világa a Végtelen Világok Krízise előttről. Föld 14.
az új istenek világa a válságok előttről, később felbukkannak a DC újföldjén az első válság után. Föld 15. Itt kőóriások élnek. Föld 17. Egy világ, melyben az amerikai kormány kísérleteiből jönnek létre a szuperhősök, Superman megfelelőjét Overmannek hívják, Wonder Woman egy izmos afroamerikai nő, a zöld lámpás meg egy punk. Föld 23. Ez az a zsebuniverzum, ahonnan a Matrix Supergirl származik. Ő kerül az új földre a végtelen világok krízise utáni főuniverzumba. Föld 25G. Semmit nem tudunk róla. Föld 27. Ez egy olyan világ, melyben a szuperhősök vezetője Batman, ahol másképp alakult a történelem, Hitlert elfogták a háború végén és felelnie kellett a tetteiért. Az amerikai kormány korrupt és erősen jobboldali. Föld 32. Ebben a világban Hal Jordan zöldlámpás és a hozzátartozói a főszereplők, a többi hős nem létezik. Föld 40. Marvel kapitány ennek a világnak a hőse, akit Mennydörgés kapitánynak hívnak itt, Superman Metropolisban nőtt fel, Wonder Woman harcolt a II. Világháborúban, Batman a 60-as években nyugdíjba megy és megalakítja a Robin csapatot. Föld 43. Superman és Lex Luthor a végső harcukkor megölik egymást. Superman később visszahelyezik a világba, de mint a Föld 215 hőseként. Föld 47. Lois Lane, mint Krypton Girl álnéven legyőzi a főellenségét, Supermant, akit a Phantom Zónába zár. Föld 51. Superman akárkivel összeházasodik ebben a világban, azután mindig rögtön meghal. Föld 54. Ennek a földnek a főszereplője Tommy Tomorrow, aki itt egyszerű űrhajós, aki 1960-ban eljut a Marsra. Föld 57. Ez az a világ, ahol Superman feleségül vette Lois Lane-t, majd később Lana Langot. Jimmy Olsen Supergirl-t vette el. Föld 61. Ezen a földön Barbara Gordon, Batgirl és párja Richard Grouse Stark, vagyis Robin alakítanak egy szuperhős párost, akik Gotham védelmezői. Robint meggyilkolja az evilági Joker, aki egy nő, Barbara bosszút esküszik, Bruce Wayne, a gothami rendőrfőnök pedig ezt követően ölti magára Batman szerepét. Azt hozzá kell tenni, hogy a Wayne család még a Great Depression, vagyis leegyszerűsítve a világgazdasági válság során elvesztette vagyonát, így a Wayne kúriában Barbara Gordon él. Föld 64. Lex Luthor, Lexo művész néven zongorista, aki még halála előtt feleségül veszi Lois Lane-t. Föld 72. Egy Ricard nevű tini lesz az amerikai elnök. Föld 85. A végtelen világok krízise után egy alternatív Marvel kapitány és sólyom ember itt folytatják kalandjaikat. Föld 86. Egy olyan föld, amit atomháború sújtott. Itt tevékenykednek az atomlovagok, Kamani és az Omek is. Föld 89. Ebben a világban Batman vette feleségül Lois Lane-t. Föld 91. Ezen a földön Superman és Lois Lane házasok, Lois igaz megvakult, mégis életet ad egy lánynak, aki átveszi apja szerepét, miután az ő képességeit végleg semlegesítette egy zöld és piros kriptonit keveréke. Föld 95. Jor-El és Lara Lorvan a pusztuló kripton bolygót gyermekükkel együtt egy űrrakétával elhagyják, és a földön telepednek le. A kis Kal-El-ből lesz Superboy. Föld 96. Ez a világ a Kingdom Come című képregényfüzet történéseit birtokolja, vagyis Superman már 10 évvel adopta magáról a feszülős köntöst, átlagemberként él a Smallville-i farmján. Egy a baj, ez alatt a 10 év alatt felnőtt egy új, fiatalokból álló szuperhős generáció, akik nem tanulták el a visszavonult nagyoktól, hogy mégis mit és hogyan kellene helyesen cselekedni, ezért Superman újra felveszi ruháját, megújítja az igazságligát, és szembeszáll egy zsarnok képességek nélküli emberek csapatával, akiknek a vezére Lex Luthor. Ezt követően Kal-El-nek és Wonder Womannek gyerekei születnek. Föld 97. A Tang & Comics figurái élnek itt, akik innentől a DC tulajdonát képezik. Föld 116. Danny Jensen ennek a világnak a szuperboya, aki esküdt ellenségével, a Lemur emberrel harcol. Föld 117. Jor-El, Lara Lorvan és Kal-El túlélik a Krypton pusztulását, ebben a világban a ruhájukon levő köpeny a kryptoni társadalommal levő elhelyezkedésüket szimbolizálja. Föld 124.1. Ebben a világban Wonder Woman, Wonder Girl és Wonder Tot a hősök, akik három különböző emberként élik mindennapjaikat. Föld 124.2.
Kal-El Superboy néven tevékenykedik itt, azonban ezt a világot zsarnokként uralja. Föld 127. Batman bűnüldöző lesz, miután legyőz egy kék denevér nevű gonosztevőt, Wonder Woman és Steve Trevor végzetes következmények árán összeházasodnak. Föld 132. A történet főszereplői astronauták, akiknek a bázisa a Krypton bolygón lévő Futuro városában található. Föld 134. Superboy elhagyta a Földet, azonban útja során találkozik egy vörös kriptonittal, ami gonosszá teszi őt. Föld 146. Ez az a világ, ahol a Föld egyes Superman megmentette Atlantiszt attól, hogy elsüllyedjen, illetve Krypton teljes lakosságát a Földre költöztette. Föld 148. Luthor, agyakpofa és tükörmester a jófiúk, Batman, Superman, Wonder Woman és Flash a rosszak. Föld 149. Lex Luthor eléri gonosz tervét, sikeresen megöli Supermant. Föld 154. Itt tevékenykedik a szuperfiúk alternatív változatai, azonban ez a Föld a végtelen válság során egyé olvad a Föld 462-ben. Föld 159. A Föld egyetlen túlélője Lois Lane űrrakétájával a Kryptonra landol. Föld 162. Superman jelentősen megnövelte az intelligenciáját, ami azt okozta, hogy két külön lényé, kék és vörös Supermanné szakadt szét. A vörös elvette feleségül Lana Langot, a kék Lois Lane-t. Föld 166. Superman családos, ikrei vannak. Az egyik szuperképességekkel született, a másik nem. Föld 167. Egy világ, ahol Superman nem más, mint Lex Luthor, és Batman pedig Clark Kent. Föld 170. Lex Luthor ebben a világban megpróbálta meggátolni, hogy Superman szülei a múltban összeházasodjanak. Föld 172. Bruce Wayne árvaként a Kent házaspárhoz került, így Clark Kent mostoha fivére lett. Batboy és Superboy álnéven üldözték a gonoszt, majd Clark Gothamben a Gotham Gazette újság riportere lett. Föld 175. Lex Luthor Clark Kent mostoha testvére, Superman legnagyobb ellenfele pedig Pete Ross. Föld 178. Superman elveszíti a képességeit, azonban később megkapja egy másik szuperhősét, akit Novának neveznek, így innentől ő viseli ezt az álnevet. Nem a Marvel féle Nováról van itt szó. Föld 183. Kal-El a rakétával a Földön az afrikai dzsungelben köt ki, így ő lesz Kar-Kan, a dzsungel fia. Föld 184. Robin ebben a világban vigyáz a mentálisan sérült Batmanre és a megvakult Supermanre. Föld 192. Superman elveszíti a képességeit, elveszi Loist és lesz egy szupererejű fiúk. Föld 200. Kal-El Hyperman néven tevékenykedik, még egy másik kryptoni, Knor-El Superman, kryptoni poliszt pedig Bane-nek elfoglalta. Föld 215. Superman elveszi Loist, lesz egy lányuk. A dimenziómester megöli Loist, Luthor és Brainiac megöli a dimenziómestert, mondván ők azért tisztelték ennyire Supermant, hogy a szeretteit nem bántották, majd Superman helyet cserél a Föld 43-as Supermannel, hogy ott, azon a világon újra elvegye Loist és boldogan éljen tovább. Hát nem beteg? Föld 216. Ebben a világban Superman és Batman fia megpróbálják túlszárnyalni apjukat, azonban csak hatalmas galibát okoznak. Egy későbbi képregényben ezt úgy állítják be, mint számítógépes szimulációt, és nem mint alternatív földet. Föld 224. Supermannek és Loisnak születik egy fia, aki egy szupergéniusz lesz. Föld 230. Lex Luthor kryptoni, és Clark Kent pedig bűnöző. Föld 238. Ez a világ teljes egészében a Föld egy tükörképe. Föld 247. A szuperhősök légiójának világa, mely a Föld egy alternatív jövője a 30. század. A végtelen válság befejeztéig még létezett. Föld 270. Ennek a világnak a Steve Trevorja véletlenül felbukkant a Föld egyen egyszer. Föld 276. Mennydörgő kapitány, Marvel kapitány erősebb változatának világa, ahol megküzd még magával a Supermannel is. Föld 295. Föld AD-nek is nevezik, itt él Kamandi az utolsó ember egy posztapokaliptikus földön. Föld 300. Kal-El megkezdi szuperős tevékenységét Skyboy néven. Föld 300.6. Superboy felhagy a kalandozással és az űrutazással, miután meghaltak a nevelőszülei. Föld 332. Kal-El és Kara Zor-El egy teljesen ellentétes szabályok szerint működő földre érkeznek. Mivel Karát az ideutazás során nem éri semmilyen hibernációs folyamat,
ami miatt idősebbként, fiatalabbnak kéne kinéznie, ezért Superwomanként fog majd tevékenykedni, míg Kal-El csak Superboyként. Föld 353. Kal-Elt Thomas és Martha Wayne fogadja örökbe, Supermanként pedig Barbara Gordont veszi feleségül. Föld 377. Ezen a világon a mágia egy mindennapi természetes jelenség. Föld 383. Ezen a földön mindenki él, akik a földegyen meghaltak. Föld 387. Ezen a földön Supergirl az egyedüli hős, ráadásul a lakosság túlnyomó része vérfarkas. Föld 388. Ezen a földön az óceán vize fehér és a kontinensek világítanak. Föld 391. Superman és Batman egy személy. A megszemélyesítőjük Ian McKee. Föld 395. Kal-El a középkorban zuhan le Angliába. Mikor felnő, az űrhajója anyagjából kovácsolja össze a saját kardját, az Excaliburt. Wayne Moore, Sir Bruce, vagyis a sötét lovak pedig legyőzi ellenségeit ez idő alatt, majd ő és Kal-El a II. Világháborúban találják magukat egy időutazás során. Föld 399. Ezen a földön kicsit megváltozott a történelem. George Washington az USA első elnöke szabadította itt fel a rabszolgákat, Lincoln élete végéig elnök volt, és az indiánoknak saját különálló állama jött létre. Superman két klón testesíti meg. Föld 404. Superman elveszíti a képességeit, mikor Luthorral harcol, de a későbbiekben feleségül veszi Lana Langot. Föld 410. Superman egy idegen boszorkányt vesz feleségül, Chrysaliát, születik tőle egy fiú, Chris. Föld 417. Superman a Marsra érkezik, de onnan tovább megy a Földre. Föld 423. Superman megküzd a legnagyobb ellenségeivel, majd eltűnik. Úgy is ismert ez a képregény, hogy mi történt a holnap emberével. Föld 462. Aranykori hősök tevékenykednek itt a II. Világháborúban, azonban a hősöket televíziós sorozatbeli színészeik testesítik meg. Föld 494. Bőrszárny kapitány, a hírhet kalóz megütközik legnagyobb kalóz ellenségével, a nevető emberrel. De még nagyon sok alternatív föld van, melyek nagy része egy füzet erejéig lettek bemutatva úgy, hogy mi lett volna, ha valami kicsit másképp történik a DC hőseivel. Végül akkor térjünk rá a fontosabb világokra, melyek lényegesek, és kicsit kívül állnak az alternatív univerzumokhoz képest. Elsődleges föld. Ez mindegyik alternatív föld alapja, mindegyik ennek a másolata. Ez az igazi. Itt csak egy szuperhős él, akit elsődleges Superboynak hívunk. Akiket mi ismerünk szuperhősöket, itt csak képregények lapjain léteznek. Föld S. Ide rakták a Shazam családot, Marvel kapitánnyal az élen. Őt majd csak a végtelen világok krízise után helyezik el a DC új földjén. Crossover föld. Ide tartoznak azok a képregény sztorik, amikor egy Marvel és egy DC karakter találkozik egymással, harcolnak vagy közös kalandban vesznek részt. Antianyag univerzum. Ez a világ teljes egészében antianyagból van. Itt él egy faj, a Quard, világukat a gonosz univerzumának is hívják. Ahol eredetileg az Oa bolygó lenne, ott van ebben a világban a Quard bolygó. A faj közül kiemelkednek azok, akik értenek a fegyverkészítéshez. Mondanom se kell, hogy Sinestro ide került, miután száműzték és itt készítette el a legendás sárga gyűrűt. Vagyis ezek a lények készítik a multiverzum leghalálosabb fegyvereit. Az összes többi univerzummal ellentétben ez egy negatív, antivilág. Magicland, vagyis varázsföld. Ez egy középkori világ, ahol a fizika törvényei mellett a mágia is komoly szerepet játszik. Itt él Arthur és a kerekasztal lovagjai. Ezeken felül vannak különálló történetek, melyek nem képezik egyik alternatív világnak sem a részét, ezekről most nem beszélnék, ha sort kerítek valaha egyesével a bemutatásukra egyszer, úgyis fel fogom tüntetni. A végtelen világ a krízise után ez a sok föld megsemmisült, a maradék öt, melyek a Limbo világában egyé váltak, belőlük lett az új föld, így minden szuperhősnek és gonosztevőnek a története előről kezdődött. A végtelen válságig nem fogunk tudni egyáltalán más univerzumokról, egy-kettőről igazából tudni fogunk pár információt, de aztán hamar megváltoznak a szabályok és minden a feje tetejére áll. De ezekről majd legközelebb.